Milliárdos diákmunka. 3200 tanuló dolgozik az önkormányzati diákmunka programban Szabolcs megyében. Vadveszély. A megyében mindenütt találkozhatunk őzzel vagy szarvassal az utakon a július-augusztusi párzási időszakban. Megújuló utak. 52 utcát érintő nagyszabású beruházás van folyamatban Nyíregyházán. Országos szinten 3 milliárd forintot fordít a kormány az önkormányzati diákmunka programra ebben az évben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A programokat a megyei kormányhivatalok koordinálják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei intézmény adatai szerint 3200 fiatal dolgozik idén-nyáron, munkájuk finanszírozására 380 millió forint jut a megyében. Ettől az évtől már a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is dolgozhatnak a tanulók. Vidámak és jókedvűek az idősek az István szeretett otthonban. A nyári hónapokban 6 fiatal diákmunkásként segít nekik a mindennapokban. Az itt élők úgy érzik, mintha saját unokáikkal töltenék együtt az időt. Az elmúlt napokban ezt a szeretetfát közösen készítették a diákokkal, amelyre csütörtök délelőtt kerültek fel a falevelek is, amelyek a 30 itt élőt jelképezik. A fiatalok több módon is segítik az intézményt. Azért jöttem ide, mert itt lakok Nyíregyházán, így úgy gondoltam, hogy itt szeretnék munkát vállalni. Az Irgalmas Samaritánus Központban vagyunk, és nagyon sokféle feladatot látunk el, szinte minden nap másmilyen dolgot csinálunk. Itt az István szeretett otthonban is dolgozunk, az öregekkel foglalkozunk, illetve az Anna otthonban is, ott pedig a fogyatékos fiatalokkal szoktunk lenni napközben, velük beszélgetünk, segítünk nekik, illetve az állatkertben értékesítjük azokat a dolgokat, amelyeket ők készítenek gyöngyből. A diákok az önkormányzati diákmunkaprogram jóvoltából töltik itt nyári szünetük egy részét, de korábban többen már az önkéntes közösségi szolgálatukat is itt teljesítették. Intézményünk idén először csatlakozott ehhez a lehetőséghez. Igazából még ebben az évben nyílt meg arra a mód és a lehetőség, hogy az egyházak is csatlakozhassanak. Mi azt lehet mondani, hogy szinte az utolsó pillanatba kerültünk bele a programba, mert július elején értesültünk arról, hogy van ilyen lehetőség, és körülbelül egy hetünk volt arra, hogy mindent megszervezzünk, a papírmunkát elvégezzük, illetve jelentkezzünk is, hogy bevegyenek bennünket ebbe az egészbe. Nagyon nagy haszna van. A nyári diákmunkaprogramot a megyei kormányhivatal koordinálja. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy egyre nagyobb rá az igény. Ettől az évtől már nem csak az önkormányzat intézményeiben dolgozhatnak a tanulók. Összesen 380 millió forint támogatás áll rendelkezésünkre, amiből 3200 fiatalnak a nyári munkáját finanszírozunk meg tulajdonképpen. Ezek a fiatalok önkormányzatoknál, egyházaknál, és az idei évtől már vállalkozásoknál is dolgozhatnak, abban az esetben, hogyha ez vendéglátás vagy a mezőgazdaság területén van. Úgyhogy nagyon jók a tapasztalatok, és azt látjuk, hogy a fiatalok is keresik ezeket a lehetőségeket. Az önkormányzati diákmunka keretében naponta maximum 6 órát dolgozhat egy fiatal, a vendéglátás területén vagy a mezőgazdaságban pedig maximum 8 órát. Az is különbség, hogy amíg az önkormányzati és az egyházi diákmunkások bérét teljes mértékben finanszírozza a program, addig a vállalkozói diákmunkások juttatásainak 25%-át az érintett vállalkozásnak kell fizetnie. Országos szinten idén több milliárd forintot fordít a kormány a programra. A kormány országosan mintegy 3 milliárd forinttal segíti, hogy minél több diák dolgozhasson, és azt gondolom, hogy itt ebben a megyében népszerű ez a program, és ahol én országgyűlési képviselő vagyok, itt Nyíregyházának ezer részén és Nyugat-Szabolcsan is, több mint 500-an dolgoznak ebben a programban, és a diákok szempontjából is fontos, hiszen ők kenyérkeresők lesznek 2 hónapra, de nem csak az ő egyéni szempontjuk szerint, hanem megismerik a felnőttek világát, megismerik a munkavilágát, és a munkaerőpiac is fejlődik ezáltal. Hiszen tudjuk, hogy ma már Magyarországnak gondja az, hogy munkaerő problémák vannak. 2010-hez képest 750 ezerre dolgoznak többen, de mivel a gazdaság jól működik, ezért szükség van szakemberekre, szükség van orvosra, szükség van tanárra, szükség van alkalmazottakra. A 2 hónapos önkormányzati diákmunkaprogram augusztus végén zárul. Szabolcs megyében 3000 diák az önkormányzatnál vagy egyházi intézményekben dolgozik, 200 fő pedig vállalkozásoknál kapott munkalehetőséget.
A megyében mindenütt találkozhatunk nagy vaddal az utakon, a július-augusztusi párzási időszakban pedig különös veszélyt jelentenek az őzek és szarvasok az autósokra, és persze a motorosokra is. Bevált módszer nincs a vadbalesetek megelőzésére, elsősorban a figyelmes vezetéssel és a megfelelő sebességválasztással tehetünk a legtöbbet az ütközés elkerülése érdekében, de érdemes vadriasztót is felszerelni a gépjárművünkre. Július közepétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. Ilyenkor az állatok sokkal óvatlanabbak és figyelmetlenebbek, mint máskor, emellett napközben is sűrűbben mozognak, így nem árt felkészülni a gyakoribb megjelenésükre. Felbukkanásukra azonban nem csak ott lehet számítani, ahol ki van helyezve a vadveszélyt jelző tábla. Gyakorlatilag bárhol előfordulhat. Velem pontosan a Hortobágyon, ahol az ember nem várná, a puszta kellős közepén sétált elém egy vaddisznó, pedig ott aztán egyáltalán nem vártam. Lehet, hogy száz évent egyszer fordul elő, de ha pont összementem volna a kocsival, akkor azt mondom, hogy az egy roppant frekventált útszakasz, tehát igazából mindenkinek a saját tapasztalata. Egy biztos, hogy ahol sok az autós, ahol újépítésű az út, ahol kiérnek ezek a takarás biztosító növények az útig, ott azért nagyobb eséllyel fogunk találkozni vaddal. Különböző vadriasztók ugyan segíthetnek megelőzni a baleseteket, azonban teljesen bevált módszer nincs. Nyilván csalhatatlan módszer nincsen arra, hogy megelőzzük ezeket a baleseteket, hiszen sokszor a vadállat az akár neki is ugorhat a gépjármű oldalának, ezzel nem tudunk mit kezdeni, azonban ami rajtunk múlik, azt igenis meg kell tenni. Az egyik ilyen teendőnk az, hogy figyelmesek legyünk, pásztázzuk az utak mentén lévő bokros, sűrűbb részeket, nincs-e mozgásra utaló jel, csökkentsük a sebességünket, hiszen akkor talán van esélyünk az elénk ugró őzek vagy bármilyen más vadállat elkerülésére. Amennyiben bekövetkezik a baleset, ne menjünk a vad közelébe, mert az haláltusájában akár életveszélyes sérülést is okozhat. A vadat ne is vigyük magunkkal, mert az lopásnak minősül. Az érintett vadásztársaságot minden esetben kötelező értesíteni, de az esetleges kártérítés véget a rendőrségnél is érdemes bejelentést tenni. 52 utcát érintő nagyszabású útépítési és felújítási program zajlik Nyíregyházán ebben az évben. Önkormányzati és pályázati forrásból 16 új utat építenek, és 36 útszakaszon valósul meg teljes útfelújítás vagy nagy felületű útjavítás. Az önkormányzatnak további tervei is vannak a következő évekre. Folytatódik a kerékpárútépítés, új körforgalmakat is kialakítanak majd a forgalmas és balesetveszélyes csomópontokban, valamint két körgyűrű kiépítését is tervezi a városvezetés. Sebességkorlátozó tábla, feltúrt utak, az Orosi Meggyes utcát is felújítja az önkormányzat augusztusig. Nem ez az egyetlen beruházás a város részen. Önkormányzati forrásból épült aszfaltossá még a Platán utca, a Platán köz, a Tujafa, a Füzes, a Tiszafa és az Ezüstfenyő utca is. A városközúti infrastruktúra fejlesztésének része, hogy útépítés, járdaépítés, felújítások és csomópontépítések zajlanak. Bár több évtizedes lemaradásban volt Nyíregyháza, pár évvel ezelőtt elindult egy olyan beruházási terv, amelynek köszönhetően pár éven belül két körgyűrűje lesz a településnek. Ennek az egyik a belső körgyűrű lesz a Nagykörút bezárása, amelynek lezárult a tervezési tendere, tehát rövidesen augusztusban megkezdődik a tervezés. Azt szeretnénk, hogy jövőre, következő évben a megépítés is elinduljon, azaz a kivitelezés, amit valószínűleg 2019-ben, sőt biztos nem lehet befejezni, de 2020 szeptemberig a tanévkezdésig nagyon szeretnénk. Ehhez kapcsolódik az intermodális csomópont építés, ennek már folyik a tervezése. Múlt héten voltak nálunk a Városházán a tervezők, a NIF vezetőivel együtt. Körülbelül 4 hete megkezdődött a tervezés. Itt az állomás, vasútállomás környékének az átépítéséről van szó, lejszerűsítve, aminek az a lényeg, hogy 200 mélygarázsba parkolót tervezünk, a buszokat 25 helyen érkező indulóval, tehát tulajdonképpen 50 busz állomást, illetve egy behívó rendszerben az összes szükséges, a járatokra szükséges buszt ott tárolnánk, vagy helyeznénk el.
Egy másik nagy terület a közlekedési csomópontok fejlesztése. Ennek a tervnek is van már korábban megvalósult szakasza, mint például a Szarvas utcai körforgalom, vagy a Debrecen-Kígyó utcai csomópont kiépítése. Tervezésben van a Család utca, Szalag utca körforgalom, de nem ez az egyetlen hely, ahol körforgalom építését tervezik. Több hasonlóan forgalmas és balesetveszélyes csomópont is van Nyíregyházán, ilyen például még a Csalóköz, Korányi Frigyes, valamint a Vasvári Pál utca. A kerékpárút hálózathoz jelenleg 60 kilométernyi szakasz tartozik, jelenleg a Korányi Frigyes utca bő 1 kilométeres szakaszát építik. A közeljövőben egy másik irányban, a Kígyó utcától is folytatódik majd a kerékpárút építése, amely érinti majd a debreceni Lujza és Kálói utat is. A következő terület a járdaépítések. Na, ez szemben látható, hogy ezt 4 évvel ezelőtt kezdtük, most hangsúlyozottabban tudjuk, több forrást tudtunk szerezni. Ennek a befejezési szakában van a Korányi, Eperjes, a Stadion utca, a Deák Ferenc utca, tehát több helyen épül, ezek augusztus 31-ben is fejeződnek. És hát vannak ezen kívül az útfelújítások, Sóstóhegyen, a Sóstói út elkészült, ugye, és sok szakasz jön még. A pénzügyi háttere is sokrétű ezeknek a fejlesztéseknek. Tavaly előtt 2 milliárd forint központi költségvetési kormányzati forrás nyert a város, de topos pályázati összegeket is felhasználnak a beruházásokra. A Modern Városok program forrásából is jut az útépítésekre, illetve az önkormányzat saját forrásából évek óta 6-800 millió forintot fordít a közúti infrastruktúra fejlesztésére. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt ma 11 óra 30 perc körül Kántor Jánosi belterületén, az Őri utcán. A rendőrség közlése szerint egy kis teherautó sofőrje tolatás közben elütött egy 68 éves helyi férfit, aki a baleset következtében a helyszínen életét vesztette. Emberölés büntettével vádolja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azt a Tornyos Pálcai férfit, aki idén januárban több késszúrással megölte az édesapját, azonban kóros elmeállapota miatt nem büntethető. A vádirat szerint a 30-as éveiben járó férfi kényszergyógykezelését már 2004-ben elrendelte a bíróság, amikor is a barátnőjét ölte meg különös kegyetlenséggel. A kényszergyógykezelést egy zárt intézetben hajtották végre a fővárosban. Ez 2008 májusáig tartott, ekkor a fővárosi ítélőtábla megszüntette azt, és a férfit az otthonába bocsájtották. 2018. január 20-án reggel a vádlott munkásokat szállított a család gyümölcsösébe, majd hazaérve azt látta, hogy az édesapja, mivel nem érezte jól magát, a hálószobában az ágyon fekszik. A vádlott magához vett egy 19 cm pengehosszúságú kést, majd az ágyon fekvő édesapjára támadt. Az idős férfi testén összesen 33 sérülést okozott, amitől a sértett a helyszínen elhalálozott. A vádlott jelenleg is elmebetegségben szenved, ezért képtelen volt arra, hogy felismerje cselekményének következményeit. Az ügyészség emberölés büntettével vádolja a férfit, de mivel kóros elmeállapota miatt nem büntethető, az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság mentse fel a vádlottat és egyidejűleg rendelje el kényszergyógykezelését. A vádlott jelenleg nincs szabadlábon, hanem előzetes kényszergyógykezelés alatt áll. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros irányításával készül az MB3-ra a Sényői futballcsapat. A megyei első osztályban bajnoki címet szerző együttestről ketten távoztak, négyen pedig magasabb osztályból érkeztek az újonchoz. A Sényű augusztus 4-én Gyöngyösön kezdi a bajnokságot, amelyben a biztos bennmaradás kiharcolása a cél. Utcahosszal nyerte a megyei első osztályú bajnokságot a Sényű, és mellette az amatőrkupát is elhódította az osztályozó nélkül NB3-ba jutó együttes. A klub vezetése Sándor Tamással nem tudott megegyezni a folytatásról, így Imrő László és Fiumei Viktor kezébe került a szakmai munka irányítása. A felkészülés július 5-én kezdte el a csapat, amely ezen a héten napi két edzéssel igyekszik erőt gyűjteni a bajnokságra. Mivel a játékos keretet már az elmúlt szezon előtt az NB3-ra gondolva igyekezett összerakni a vezetőség, nagyon jelentős változás nem történt a nyáron. Kettő távozó játékosunk volt a Habultság Bercalan, Nyílgyula nagyon folytatja, és a Buri Csandrás Tiszaújvárosba igazolt. 4 új érkező játékosunk van, Kristófi Sándor, Kazincz Barcika,
Hadházi Dávid Sopron, Fekete Tamás Nyírbátor és Márton Andris Tiszaújvárosból érkezett hozzánk. Fiatal társaságban gyakorlatilag a társaság egy része egy régi baráti társaság, gyerekkori barátok együtt nevelkedtek akadémiákon. Szerintem nem leszünk rosszak, egy egymásért küzdő csapat leszünk, akik mindent meg fognak tenni azért a pályán, hogy lehetőség szerint minél több pontot, illetve pontokat szerezzenek a mérkőzések folyamán. Fiumei Viktorra tavaly még játékosként is számított a Sényűn, most már azonban edzőként irányítja volt társait a korábbi kiváló futballista. Nem volt egyszerű a dolog, de úgy gondolom, hogy ennek tavaly már megágyaztunk egy kicsit, mivel ugye Sándor Tamás vezető edző mellett már pályaedzőként is szerephez jutottam. Aztán úgy gondolom, hogy elég jól fogadta a társaság ezt a felállást. Nagyon jól tudják a srácok, hogy milyen célért focizunk. Eddig nagyon jó a hozzáállás, rendben megcsinálnak mindent, és maximálisan végrehajtanak mindent. Kristófi Sándor legutóbb Ibrányi színekben szerepelt a megyében, majd egy tiszaújvárosi és kazincbarcikai kitérőt követően igazolt Sényűre. Nagyon jól igazoltunk. Alapból a csapat nem megy egyes szintű volt, hanem szerintem MB3-as szintű. Ketten érkeztünk, azt hiszem MB2-ből, meg MB3-ból megint ketten jöttek. Szerintem stabilak leszünk, aztán én meglepetés eredményt várok. A Sényű szombaton Kazincbarcikán lép pályára, majd a jövő héten a Hajdunánás és a Tája ellen játszanak Kristófiék. A bajnoki rajton augusztus 4-én Gyöngyösön kezd az NB3 újonca. 12 sportszervezet több mint 800 kosárlabdázója rendelkezik játékengedéllyel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szövetség a dobdakosárba és a kosárpalánta program segítségével szeretné növelni az utánpótlás bázist. Emellett szorgalmazzák a digitális jegyzőkönyv alkalmazását, valamint segítik az MKOS által elindított centralizált edzésterv és sportolói adminisztrációs rendszer bevezetését. A kosárlabda az egyik legnépszerűbb sportág Magyarországon, és az Országos Szövetség igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy megyei szinten is minél többen vegyenek labdát a kezükbe. Az anyagi és eszköztámogatás mellett az edzőképzéssel és különböző programok elindításával igyekeznek szélesíteni a bázist. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 12 sportszervezetben kosaraznak versenyszerűen. A 7 csapatos megyei bajnokság mellett az NB2-ben, az NB1-ben, a női amatőr NB1-ben is van képviselője a megyének. Körülbelül 800 játékosunk van, aki játékengedéllyel rendelkezik, közel 500-an már az országos bajnoki rendszerben versenyeznek, és egy olyan körülbelül 300-350 ember, az 350 fő az, akik megyei szinten versenyeznek, és így váltották ki a játékengedélyt, és ilyen csoportos játékengedélyeken szerepelnek. Ezen kívül egyébként 2500 igazolt játékosa van a megyének, de hát nyilván ezek egy nagyobb része nem aktív már, és nem versenyzett, vagy nem váltottak ki rá játékengedélyt. Én azt gondolom, ez nem rossz szám. A sportszervezeteket figyelembe véve 12 kosárlabdával, MKOS tagsággal rendelkező sportszervezete van a megyének, 11 férfi vonalon, egy pedig női vonalon. A szövetség eszköztámogatással is szorgalmazza a digitális jegyzőkönyv alkalmazását, valamint képzésekkel segíti egy új rendszer bevezetését. Nagy kihívás lesz a CESAR rendszer bevezetése, illetve ennek próba használata. Ez egy ilyen centralizált edzésterv és sportolói adminisztrációs rendszer, így lesz ez a CESAR rövidítés, amely abból áll, hogy a kommunikációt, az információ áramlást, az egyesület, sportszervezet, szülők, a sportolók között és a szövetség között felgyorsítja. Mindenki lát mindent, tehát akár a szülő is láthatja, hogy a gyermeknek milyen edzésterve van, milyen mérkőzései vannak, mikor, hol van, hol jelent meg. Vezeti a nyilvántartás, ugyanakkor az edzőket rákényszeríti arra, hogy naprakészen csinálják az edzéstervet, naprakészen vezessék a nyilvántartásokat a jelenlévőkről, a betegekről, a sérültekről. A szövetség elnöke még elmondta, hogy tovább folytatják a játékvezetők, valamint az asztal személyzet képzését, és ősszel egy B33-as szabadtéri nagy rendezvényt szeretnének szervezni Nyíregyházán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
3 milliárd forintot fordít a kormány az idei önkormányzati diákmunkaprogramra. A programokat a megyei kormányhivatalok koordinálják. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy egyre nagyobb rá az igény. Ettől az évtől már nem csak az önkormányzat intézményeiben dolgozhatnak a tanulók, hanem bizonyos vállalkozásoknál és egyházi intézményekben is. A megyében mindenütt találkozhatunk nagy vaddal az utakon, a július-augusztusi párzási időszakban pedig különös veszélyt jelentenek az őzek és szarvasok az autósokra és motorosokra. Bevált módszer nincs a vad balesetek megelőzésére, elsősorban a figyelmes vezetéssel és a megfelelő sebességválasztással tehetünk a legtöbbet, de érdemes vadriasztót is felszerelni a gépjárművekre. A város közúti infrastruktúra fejlesztésének része, hogy útépítés, járdaépítés, felújítások és csomópontépítések zajlanak Nyíregyházán. Bár több évtizedes lemaradásban volt a város, pár évvel ezelőtt elindult egy olyan beruházási terv, amelynek köszönhetően éveken belül két körgyűrűje lesz a településnek. A fejlesztésekre több milliárd forintot fordít az önkormányzat pályázati és saját forrásból. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 19-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap már több napsütésre, de további záporokra lehet számítani. Változó nedvesség tartalmú, de továbbra is meleg levegő áramlik térségünk fölé. Az éjszaka folyamán többnyire erősen felhős lesz az ég. Az esti és a reggeli órákban elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat, estétől mérséklődik a szél. Reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakori felhő átvonulások várhatóak rövid napos időszakokkal. Eleinte több felé, majd délutántól csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szélhelyenként megélénkül, zivatar térségében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Az UVB sugárzásának erőssége 11 és 15 óra között is mérsékelt marad. A következő napokban is változékony időre van kilátás. Szombaton több órára kisüt a nap, és csak kevés helyen alakulnak ki záporok. Vasárnap ismét a felhős idő lesz túlsúlyban, és több helyütt számítani kell záporesőre, zivatarra. A jövő hét első felében térségünkben csak szorványosan valószínű csapadék, akkor a gomoly felhők mellett már hosszabb időre kisüt a nap. A hőmérséklet jelentősen nem változik.